Még mielőtt a mostani szezonról beszélnénk, egy rövid értékelést kérnék szépen az előzőről. Mennyire voltatok megelégedve a csapattal? Úgy gondolom, hogy összességében elégedettek lehetünk, hiszen volt egy nagyon szép tavaszunk, elsősorban a kupamenetelésre gondolok, hogy a Soroksár életében úgy gondolom ez a hatalmas siker, hogy bronzérmeset lettünk a Magyar Kupában. A bajnokságban az ősszel lévő pici hullámvölgyünket és az, hogy tavasszal a sorozat terhelésbe egy picit belefáradtunk, amiatt hetedik helyezést értünk el, ami úgy gondolom, hogy valójában a mi klubunknak. Az is egy szép eredmény, de mi természetesen többre vágyunk, és egy-két szerencsésebb mérkőzéssel akár még följebb végezhetünk volna a tabellán. Milyennek látod a mostani mezőnyt? A mostani mezőny érdekessége, hogy vannak nagyon erős csapatok, akik kimondottan NB1-es feltételekkel rendelkeznek, és vannak olyan klubok, akik tényleg úgy teremtik elő a másodosztályú létet, hogy nagyon sok fiatalt szerepeltetnek, és tudják, hogy miért léteznek, tehát minél több saját nevelési játékossal próbálják elérni az eredményt. Itt a Soroksár-Ferencváros együttműködés az nyilvánvalóan folyamatos, most ennek milyen fejleményei vannak? Továbbra is azt kell, hogy mondjam, kifogástalan a kapcsolat, és az, hogy változott egy picit a versenykiírás, abban, hogy nem csak kölcsönjátékosok szerepelhetnek a Ferencvárosban, adott alkalommal hétvégente kettős igazolással is érkezhet 5-21 év alatti fiatal. Ezt azt vetíti elő, hogy lesznek olyan fiatalok, akik esetleg hétvégén, szombati napon a Ferencvárosba nem lépnek pályára, vagy esetleg kispadosok, azok vasárnap itt Soroksáron tudnak teljes mérkőzést, vagy a szakmai igényeknek megfelelően annyi percet játszani, hogy a fejlődésük töretlen legyen. Egyéb változás az MLS házatáján, mármint hogy a különböző szabályok, előírások szempontjából volt-e? Egyelőre ugye volt tervbevé, hogy esetleg csökkentik az NB1-es csapatok létszámát, ez nem történt meg, úgyhogy változatlan. Egyelőre ez természetesen létenisítményben továbbra is fejlődnünk kell, és a következő szezonban elő kell teremtenünk azt, hogy villanyvilágítás is legyen itt a stadionban, ami komoly munkát igényel, háttérmunkát nekünk, hogy tudjuk előteremteni mindazt a pénzt, mindazt a lehetőséget, hiszen korlátozottak itt Soroksáron a lehetőségeink, hogy mi megfeleljünk ennek a történetnek, de természetesen gőzerővel dolgozunk, mind szakmailag, mind a háttért előteremtve azért, hogy ez megvalósuljon. Egyébként ez egy hatalmas falat, ez a villanyvilágítás nyilvánvalóan. Az egyéb szempontokat tekintve szemmel láthatóan sok minden változik, sok minden fejlődött. Hol tartotok, hogy érzed? Úgy gondolom, hogy az, hogy folyamatosan fejlődünk, az szemmel látható. Ugye az új eredményező, a pálya teljesen átalakult, benne van a fűtési rendszer, azt majd természetesen hozzá kell kapcsolnunk, majd a gépészetet, a villanyvilágítást elő kell teremtenünk, de hát a vendégbüfé, WC, minden olyan kiegészítő és kiszolgáló helyiséget fejlesztünk és fejlesztünk folyamatosan, hogy nem csak azért, mert előírás, hanem azért, hogy a szurkolóink, akik folyamatosan itt vannak mellettünk, és magukénak érzik ezt a soroksári foci történetet, azoknak kielégítő létesítményt tudjunk előállítani. Az átigazolási szezon az feszült volt, vagy nyugodt építkezés? Igazából nyugodt és tervezett, bár a tervezettet az mindig megkérdezem, mert ugye a Ferencvárossal lévő kapcsolat miatt mindig adhok egy-egy problémát, egy-egy váratlan dolgot meg kell oldanunk, de azt tudtuk, hogy a Kovács Dani a kapuba távozik, és nekünk érkezik a Varga Ádám, aki a fiatal tehetség a Fradiból. Ezért tervezett volt. Természetesen azok a játékosok, akik tavaly itt voltak, és szerették ezt a közeget, és mi is nagyon elégedettek voltunk velük. Őket fájó szívvel engedtük el, a Tamás is odra gondolok, a Dvorzsák Gabira, a Kiskokóra elől, de ugye nekünk van egy kapcsolatunk a Fradival, ehhez is kell alkalmazkozni, ahhoz is alkalmazkodunk, hogy versenyben akarunk lenni továbbra is, hiszen a Péterrel mi egyértelműen győzelemre akarunk játszani minden mérkőzésen, meg akarjuk szorongatni a nagy csapatokat, a gazdagabbakat, hogy ez a közösség ez mindig is tudja mutatni, hogy erős és egységes.
Milyen a hangulat a bajnokságban egyébként? Tehát fogcsikorgatás, torokszorongatás, kőkeménység, vagy a játék szépsége is tud dominálni? Én úgy gondolom, ez változó, attól függően, hogy milyen csapatokkal játszunk. Tehát például tavaly végig a feljutásért játszó Gyirmó csapatát mi oda-vissza megvertük maga biztosan. Ott rúgtunk egy hármast, itthon rúgtunk nekik egy négyest. Tehát azt mondom, hogy az feküdt nekünk, de voltak kellemetlenebb ellenfelek, akár a kiesés ellen küldő Cegléd, vagy aki ki is esett, a Mosó-Magyaróvár miatt vereséget szenvedtünk ősszel, valamelyik stílus nem passzol úgy a csapatunknak, de van, amikor ki kell hajtani, küzdeni a mérkőzés, valamikor meg jó futballal tudunk nyerni, hiszen ősszel is hazai pályán simán legyőztük a Vasast, aztán amikor tavasszal mi mentünk oda, és egy fáradtabb állapotba, akkor meg ők is maga biztosan megvertek minket. Minden héten máshogy kell készülni, de mégis azt mondom, hogy mi azért próbáljuk nem alkalmazkodva, hanem a mi saját stílusunkat, ezt a támadó futballt, azt, hogy minden áron valami győzni akarásra törekszünk minden hétvégén, ezt ráerőltetni az ellenfelekre. Milyen technikai segítséget tudtok használni, akár mondjuk számítógépes, akár egyéb olyan eszközöket, amikre voltak épp lehet bazírozni néhány új fogást? Hát etéren is fejlődni kellett. Ugye a mai világban már nem úgy áll föl egy labdarúgó csapat élete, hogy van egy vezetőedző, meg esetleg egy technikai vezető és egy masszőr. Tehát itt komoly orvosi háttér van, tehát itt megvan elő van teremtve, hogy két masszőr, két orvos rendelkezéssel, táplálkozási tanácsadó, gyógytornász folyamatosan, hogy elkerüljük a sérülteket, és azokat a játékosokat, akik a legtöbbet tudnak segíteni, ne legyenek sérültek, de ez mindenkire vonatkozik. Tehát egy egész háttérstábot alakítottunk ki az elmúlt időben, emellett hozzátettük jó néhány orvosi műszert, fizioterápiás kezelést, mágnesterápiát, hogyha valaki sérült, azt hamarabb tudjuk már itt helybe kezelni. Ez az egyik része, a másik meg van egy olyan GPS mérőrendszerünk, ahol nyomon tudjuk követni, hogy ki az edzésen hogy edz, a mérkőzéseken milyen teljesítményt tud nyújtani, esetleg milyen fáradt, hogy nehogy túlterheljük, valaki ne legyen alulterhelve, tehát a kompenzációs munkát is meg tudjuk csinálni, úgyhogy ebben nagyon sok segítséget nyújt ez a GPS rendszer, ami folyamatosan a edzéseken is a játékosok tudjuk figyelni. És hogyha belegondolsz, hogy mondjuk a te játékos, aktív játékos korszakodban lett volna ilyen, akkor mennyiben lett volna más? Hát azt nem tudom, de egyébként a Petivel szoktunk beszélgetni, hogy irigykedünk a mai játékosokon. Egyrészt a körülmények sokat, rengeteget javultak, tehát olyan stadionokban játszanak már NB2-ben is a csapatok, és olyan feltételek mellett tudnak játszani, hogy tényleg csak a labdarúgásra kell, hogy koncentráljanak, ezért irigykedjük őket természetesen. Már más a futball is, sokkal több igénybevétel van, sokkal több párharc van, többet kell futni, tehát már átalakult egy kicsit a futball, de bízom benne, hogy mind az egész magyar sportélet föllendült. Én úgy gondolom, hogy próbáljuk ennek szellemében itt Soroksáron is megragadni a lehetőséget azért, hogy egyrészt a kerület büszke legyen ránk, ugye az önkormányzat nagyon nagy támogatás jut a Ferencvárossal, tehát mindenképpen az utánpótlás programunk is fejlesztés alatt van. Ugye a lányok bekapcsolódtak, most lesz az idén már női NB2-es felnőtt lánycsapatunk is, úgyhogy lehet, hogy párszor itt benn fognak játszani a stadionban, majd ezt meglátjuk. Tehát szeretnénk, hogy minél többen sportoljanak itt a kerületben. Egyébként, hogy érzékeled, hogy ugye újabb és újabb generációk kapcsolódnak be már aktívan a felnőtt játékba. A mentalitás az így néhány évet alapul véve változik? Sokan mondják, hogy a mai világban a fiatalokat már nem érdekli más, csak a kütyük nyomogatása, a telefon nyomogatása, a különböző számítógépes játékok. Én viszont azt tapasztalom, aki a sportban van, hogy a gyerekeknek van igénye a mozgásra, rengeteget szeretnének sportolni. A mi időnkben elmentünk biciklizni, bujócskázni, focizni a téren, reggeltől estig nem rossz értelemben az utcán voltunk, pont ezért a mai fiataloknak azért már más, nehezebb a helyzet, hogy a szülők el tudja vinni egy adott helyre, egy adott sportközpontba, ezért szeretnénk mi még ebben is a jövőben fejleszteni, hogy ebben megkönnyítsük a szülők helyzetét, és minden gyereknek, aki sportolni vágyik, annak lehetősége legyen egy normális létesítményben.
És egy sajátos vetület, ugye vannak már tanulmányok arról, komoly munkák, hogy a különböző közösségi médiumok úgy általában, főleg a fiatalabbak házatáján mekkora hatást gyakorolnak, hogy bezavar mondjuk, hogyha valakit nem lájkolnak eléggé a Facebookon, vagy probléma van az Instagramon. A másik pozitív változat is elképzelhető. Itt a sportban mit érzékelsz a sportolók között? Természetesen azt, hogy ugye a legnagyobb sztárokig, a fiatal sportolókig ezeket használják. Tehát ez már, nem is tudom mihez hasonlítani, hogy a mi időnkben mi volt az, ami ennyire minden napjainkban megjelent a sportolóknak is, de a hétköznapi embereknek, hogy folyamatosan ezeken a média felületen és ezeken a különböző olyan területen, ahol meg tudnak jelenni, hogy egymás életét folyamatosan követni tudják, és nem postai úton adják föl bélyeggel ellátva a levelet, hanem pillanatok alatt egymással kapcsolatot tudnak létesíteni, meg tudják szólítani egymást, a közösséget, úgyhogy ez változik a világ, úgyhogy ezzel együtt kell, hogy éljünk. Szóval ennek mondjuk olyan rossz hatása nincs, hogy valaki mondjuk magába zuhan, lehet látni, hogy valamiért lelki problémája van, és kiderül, hogy ide vezethető vissza? Nem érzékelem itt a csapaton belül. Azért egy futballöltözőnek megvan a sajátos hangulata, gyakorlatilag mindenki mindent tud egymásról. Egymás, ez a közösség nagyon, nagyon összetartó, egymás segítik, ha bárkinek problémája van, akkor össze tudnak fogni. Egységesek ebből a szempontból, ha külső segítséget igényelnek, azt abban is tudunk segíteni, de szerintem az maga, hogy mi is ebből a közegből érkeztünk vezetőként, a Péterrel ez is az ő segítségükre van. A tavalyi eredmények milyen alapot szolgáltatnak a jövőhöz, illetve a mostani szezonhoz? Hát mindenképp szeretnénk előrébb lépni, tehát folyamatosan fejlődik a csapat, bár azért most megint kicserélődött, tehát elment 7 játékos, és nagyon sok új jött, főleg fiatal játékosok, akik a Fradi U19-ből kiöregedtek. Nyilván jöttek rutinosabb játékosok is, de vannak sajnos sérült játékosaim is, akik műtét után lábadoznak. Úgyhogy hát vasárnap kezdődik a rajt, de én azt gondolom, hogy azért még kell egy kis idő, hogy azért ez a csapat összeérjen. A felkészülés hogy sikerült? A új emberek lelkileg, társaság szempontjából beilleszkedtek? Én azt gondolom, hogy igen, ez tényleg egy nagyon jó közeg és egy nagyon jó társaság, és azt gondolom, hogy mindenkit befogadtak. Természetesen vannak, hiszen most a héten is jött 2 új játékos a Fradiból, akik a Fradiba edzenek, és most bejött ez az új szabály, hogy 2-es átigazolás, és ők most egész héten itt vannak. Nyilván nekik új, természetesen más közeg, hiszen azért Ferencváros az egy nagyobb közeg, mint a Soroksár, nagyobb infrastruktúrával, de én úgy gondolom, hogy velük se lesz probléma, tehát föl fogják venni itt a ritmust. Egyébként milyenek a körülmények, edzés körülmények, játék körülmények? Hát egyre jobb, egyre szebbülünk, nem azt mondom, hogy nincs nálunk jobb, de biztos, hogy van. Azért látjátok, itt van egy kisebb fajta kis pálya, amiatt 60x40-es, tehát ez egy picit azért megnehezíti a munkánkat. Reméljük, hogy lesz most már nagyobb, meg hát amiben van a center pályánk, azon tudunk edzeni, de oda igazából egy héten csak 2-szer tudunk rámenni, és ott tudunk gyakorolni nagyobb dolgokat, amiket pontrugások, illetve szabadrugás szögletek, variációk, ezeket tudjuk, próbáljuk kihasználni ezt a 2 napot, és hát természetesen pedig vasárnap pedig a bajnoki mérkőzés. Szakmailag módosítottál az elképzeléseken, stíluson, tehát ugyanazt a játékot játszátok-e, vagy van valami új? Nem, hát a játékrendszer az ugyanaz, tehát 2 játékrendszer van, amit megpróbálunk pontosan és pontosabbra biztosítani, és jól játszani. Nyilván vannak több játékfajta rendszer, de igazából én ebbe a 2-be hiszek, és ami ennek a csapatnak fekszik. Ez ugyebár ez egy 4-2-3-1-es rendszer az elején, amivel 2 védekező középpályással, de hazai pályán már lehet 2 támadóval is, és 1 védekezővel. Úgyhogy itt van sok rendszer, de én azt gondolom, hogy ez a 2, ami így fekszik ennek a csapatnak. Milyen a mezőny, mit látta a többieknél?
Hát nyilván mindenki erősödött, tehát azért ott lesz egy első hat, aki nagyon erős. Tehát én gondolok itt az MTK, Vasas, Gyirmót, aztán a Győr, aki nagyon beerősített, Nyíregyháza, Békés Csaba. Tehát azért lesznek itt azért olyan csapatok, akik én azt gondolom, hogy talán előrébb tartanak. Mindenhogy, tehát anyagilag is és infrastruktúrában is, és biztos, hogy előrébb vannak, de én úgy gondolom, hogy bárkit itt hazai pályán meg lehet verni, tehát itt a legfontosabb nekem az, hogy ne legyen sérült játékosom. Ugyebár most sokan vagyunk 25-en, de én azt gondolom, hogy van egy ilyen 13-14-15 játékosom, aki a minőségét képviseli, és hogyha ott netán ott sérülés, betegség van, akkor bajba vagyok. Egyébként milyen elvárásaid vannak? Ugyebár a vezetőkkel, akikkel beszéltünk itt, a sori vezetőkkel és a fradi vezetőkkel, tehát itt a legfontosabb az, hogy a csapat legyen benne a tízbe. Nyilván itt az a cél, hogy minél több fiatal játékos játszon, és nézzük meg azt, hogy van-e visszaút nekik a Ferencvárosba. De természetesen mi azért nem szeretjük ezt a langyos vizet, hanem mi mindig a maximumot szeretnénk kihozni a játékosokból, és minél följebb lépni. Tehát tavaly előtt ugyebár a 8-dikok voltunk, idén a 7-dikek, és benn voltunk egy olyan magyar kupába, a negyed döntőben, ami Soroksárnak ez egy óriási nagy dolog volt. Hát szeretnénk ezt is túlszárnyalni, tehát én mindig pozitív vagyok, és szeretném mindig a legjobbamat kihoznom, és a játékosokból is, és ezt meglátjuk, hogy mire lesz elég. Mit látsz egyébként itt az Egyesületnél a fiatalabb, az utánpótlás korosztályok házatáján? Hát ugyebár a 19-et néztem, tehát a 19 megnyerte tavaly a bajnokságot, az U19. Én azt gondolom, csak ha összehasonlítom sajnos a fradi U19-el, azért vannak azért különbségek. Tehát nagyon nehéz itt azt mondani, hogy most itt valamelyik játékost nagyon nehéz berakni rögtön a felnőtt csapatba. Hát folyamatosan nézegetjük, most is itt van egy Kópis Robi nevezető úriember, aki a Soroksár U19-ben van, ő 2001-es születésű srác, tehát vannak lehetőségek, meglátjuk és próbáljuk összehasonlítani őket a fradi U19-es csapat tagokkal vagy játékosokkal. Most hogy látod, kik lesznek a húzó emberek a bajnokságban? Hát én azt gondolom, amit az előbb is elmondtam, hogy ha sérülés nem lesz, akkor mindenképp. Tehát egy Gyömbérhuszák, akik a csapatkapitány és csapatkapitány helyettesek, mindenképp húzó emberek, mint a pályán kívül is. De én azt gondolom, hogy ha ez a közeg így együtt marad, és mindenki megy utánuk, akkor itt tudunk szép sikereket elérni. Jó pár évvel ezelőtt telefonfülkéknél adott esetben még sorállás is volt, hiszen nem nagyon voltak elérhető otthoni telefonok. Aztán ugye változott a helyzet, túlkínálat keletkezett, és most meg már a mobilkorszakban ott tartunk, hogy a telefonfülke is végül is önmagában feleslegesé vált, de új életre kelhet. Miről van szó? Így van. A Jó Szomszédok Egyesület megkapta azt a lehetőséget a Telekomtól, hogy ezt a két használaton kívüli telefonfülkét átalakíthatjuk egy vigyél egy könyvet, tegyél egy könyvet könyvmegállóvá. Várjunk egy pillanatra. Honnan jött az ötlet? Az ötlet onnan jött, hogy én külföldön is, de most már Budapesten is több helyen láttam olyan lehetőséget, ahol nem csak telefonfülkét, de bármilyen olyan szerkezetet átalakítottak ugyanilyen könyves cserebere lehetőségé, ahol bárki tehet be könyvet, és hogyha kedvére való talál, akkor kivesz belőle. Tehát akkor az ötlet megvolt, a Telekom az egy hatalmas nagy cég, hol lehetett kopogtatni? Igen, ez épp most néztem vissza, január 11-én tettem ki az új telepi csoportba egy fényképet, hogy akkor vettem észre, hogy leszerelték a készülékeket a fülkékből, és eszembe jutott, hogy de jó ötlet lenne szerintem, ez itt ugye gyakorlatilag a lakótelep fő utcája, buszmegállóhoz egészen közel van, úgyhogy szerintem ez egy nagyon érdekes és jó lehetőség lenne. Úgyhogy kerestem egy ismerőst, aki a Telekomnál volt, és megkértem arra, hogy segítsen összekötni egy olyan emberrel, akit megkereshetek ezzel az ötletemmel. Pár nap múlva kaptam egy elérhetőséget a Telekom megfelelő osztályához, és írtam egy levelet, hogy ki vagyok, és mit szeretnénk, vagy mi az ötletünk a telefonfülkékkel kapcsolatban, és elkezdődött egy levelezés, aminek igazából egy picit
hosszadalmasra sikerült, de minden esetre sikerült. Nagyjából egy fél év távlatában megkaptunk a telefonfülkét használatra, és így neki is álltunk a munkálatoknak. Tehát azért ne szaladjunk annyira előre, hiszen itt ez a továbbra is a Telekom tulajdona és használatra adták az Egyesületnek? A szerződés alapján, a Telekommal kötött ajándékozási szerződés alapján csak az áfa összegét kell kifizetnünk, az 20 pár ezer forint, és megkapta az Egyesület használatra a két telefonfülkét. És akkor mi következik? Itt van egy üres telefonfülke, telefon már nincsen benne, de imázsa van. Így van, alakul az imázs, azt gondolom. Nagyon nagy szerencsénk volt, mert nagyon sokan jelentkeztek, és lelkesen csatlakoztak a kezdeményezéshez. Úgyhogy már ott tartunk, hogy szétszedtük a telefonfülkét, amennyire lehetett, és a következő lépések pedig azok lesznek, hogy megpróbálunk egy kicsit külső, szép kis külsőt alakítani hozzá, illetve a belsejét megpróbáljuk úgy kialakítani, hogy tényleg egy használható és egy nagyon klassz könyvcserebere lehetőség lesz. És mi az elképzelés konkrétan, hogy néz ki, hogyha lelki szemeimmel elképzelem, hogy mondjuk tele van könyvekkel, akkor milyen életet él majd ez a telefonfülke? Hát én nagyon remélem, hogy nagyon aktív életet fog élni ez a telefonfülke, mert elég nagy szerencsére, és én azt gondolom, hogy elég sok könyvet is tudunk majd elhelyezni benne. Ami nagyon nagy öröm pluszban, hogy bármikor itt dolgoztunk a telefonfülkénél, bármilyen éppen aktuális munkafolyamat volt, mindenki, vagy nagyon sokan megálltak, és mondták, hogy lehet hozni könyvet, mondtam, hogy természetesen igen, úgyhogy... Egy ellalakba szeretnénk beépíteni polcokkal a fülkét, a másik oldalról lesz majd a bejárat, és reményeink szerint nagyon sokan fognak jönni, akár várakozás közben, buszra várakozás közben, akár csak ha erre járnak, egy kicsit megnézik, hogy milyen könyvek vannak benne, visznek magukkal, de hoznak is könyvet. A jó ötleteknél is elképzelhető, hogy menet közben már különböző szempontok előkerülnek, bármilyen könyvet lehet hozni? Általában úgy szokott lenni, és ezért azt gondolom, hogy nálunk is gyakorlat lesz, de igyekszünk majd azért mégiscsak a lakótelepiekkel együtt közösen kitalálni azt, hogy mi lesz a működési elve ennek a fülkének. Mégiscsak azért, mert hogy ők fogják használni, vagy a környéken élők fogják használni. Általában tankönyveket nem szoktuk, és nem, vagy nem szoktak, és nagyon nem praktikus beletenni. De azon kívül felnőtteknek és gyerekeknek is bármilyen olyan könyv, ami azt gondolja valaki, hogy már eleget volt otthon, vagy kiolvasta, és neki már nem kell, és felajánlja így a közös használatra, bármilyen jöhet. És akkor aki elvisz könyvet, az már a magáinak tudhatja, vagy ez ilyen kölcsön alapon fogandó fel? Az lenne a jó, hogyha ez egy ilyen körforgás lenne, tehát hogyha valaki elolvasta, akkor esetleg, és tényleg már nem kell neki, akkor vissza is hozza, és akár a saját könyvtárából hoz helyette másikat, vagy hogyha elvisz, akkor vissza is hoz. Tehát igen, elvileg meg is tarthatja, de azt gondolom ahhoz, hogy minél nagyobb körforgás legyen a könyvek szempontjából, az lenne a praktikus, hogyha hoznák is, és vinnék is az emberek. Van-e felavatási dátum kitűzve? Igen, természetesen augusztus 31-én lesz a szomszéd ünnepünk, és ez egy nagyon jó dátum arra, hogy felavassuk közösen a könyves megállónkat. Neve alakulóban van több javaslat is hozzá, de megszavaztatjuk a lakótelepen élőkkel, hogy melyik a legszimpatikusabb nekik. Egyébként hogy van a tisztelt egyesület? Köszönjük szépen, nagyon jól, és nagyon nagy örömünkre, ugye az egyik nagy projektünk az a közösségi kert, és idén is nagyon sokan csatlakoztak hozzá, úgyhogy hogy gyönyörű a kert, azt gondolom, hogy tényleg érdemes kinézni, és bárkinek is nyitva áll a kert kapuja, hogyha jönnének szívesen. Nyár elején volt egy nagyon, úgy tűnik, hogy nagyon szerencsés dátumban megszervezett akciónk, ahol vártunk komposztnak való dolgokat a lakótelepi konyhákból, úgyhogy nagyon sokan hoztak, sok komposztálni, vagyis sok komposztnak valót is kaptunk, úgyhogy, és nagy volt az érdeklődés utólag is, hogy hozhatnak-e az emberek még komposztnak valót. Ki kell találnunk, pedig nagyon-nagyon jó lenne, én azt gondolom, több helyen Budapesten is gyűjtenek, többek között a humuszházban háztartási hulladékot, amiből
humuszt készítenek, vagy hát ugye komposztálnak, és a mi kertünkben is nagyon jó lenne, hogyha ezt meg tudna valósulni. Rajta vagyunk, megpróbáljuk kitalálni, hogy hogy lehet ebből gyakorlatot tenni, illetve hát ugye, ami szokott lenni hagyományosan szomszédünnepünk, az idén is augusztus utolsó szombatján valósul majd meg. Az előbb elhangzott, hogy valamilyen, ha nem is nagy összeget, de fizetni kell áfa ügyben a telefonfülkékkel kapcsolatban. Egy ilyen civil egyesület hogy áll a pénzzel? Szerencsére vannak megtakarításaink, nem sok, de tényleg egy az egyesületi tagdíjakból azért van némely pénzünk, amit tudtunk takarékoskodni, illetve nagyon nagy örömünkre idén is kaptunk az önkormányzattól támogatást, ugye mi is pályáztunk a civil szervezetek pályázatán, többek között a szomszédünnep megrendezésére is, illetve az őszi-téli programjainkra is, és valószínűleg ennek a pénznek, vagy támogatásnak egy részéből fizetjük majd a Telekomnak is ki a megfelelő összeget. Itt ez a telefonfülke néhány méterre van a Dracula háztól, amelynek hányatott sorsa nemrégiben úgy tűnt, hogy egy nyugodtabb szakaszba érkezik, hiszen az önkormányzat lehetőséget kapott arra, hogy valamit tegyen vele. Az egyesület hogy szemléli ezt a folyamatot? Nagyon örülnénk neki, de azt gondolom, hogy nem csak mi, hanem az itt lakók is, a lakótelepen élők is örülnének neki, hogy bármilyen módon, de megoldódna ennek a háznak a sorsa. Én azt gondolom, hogy a lakótelepnek tényleg szüksége lenne egy olyan közösségi térre, amit kifejezetten közösségi programokra tudnánk használni, hogy ez az épülete, vagy esetleg egy másik, ez azt gondolom, hogy ki fog derülni talán nem olyan sokára, de jó lenne, ha megoldódna. Tehát akkor a telefonfülke utcai könyvtár, illetve könyvlelőhely története elindult, folytatása következik. Vannak-e már olyan, ha úgy tetszik, elképzelések, hogy mi lesz majd télen, mi lesz, ha esik az eső, meg ilyenek? Igen, ezen gondolkoztunk. Megpróbáltunk nagyon sok példát összeszedni az országból is, Budapestről is, meg így a világból is akár, hogy körülbelül hogy működnek ezek, hogy néznek ki, mit csinálnak velük, úgyhogy most próbálkozunk mindenféle ötletet összeszedni. Szeretnénk, hogy ez egy folyamatos dolog lenne, tehát hogy nem csak szezonban, mondjuk jó időben lehetne használni, hanem akár télen is. Gondolkodunk rajta, tervezgetünk, úgyhogy majd meglátjuk augusztus 31-én, mindenkit várunk szeretettel. Valószínűleg addigra már azért sokkal többet fogunk tudni, és az ötletek is jobban összeállnak már a fejünkben is, hogy igazából hogy valósítjuk meg az ötletünket. A Soroksári tér zene legutóbbi műsorában hirtelen változás történt. A Hungarian Pink Floyd helyett a Hit Rock zenekar lépett föl. Az együttes csak előző este tudta meg, hogy másnap játszani fog. Szűtötök este került be a barátunk a kórházba, a Floyd gitárosa. Ezt reménykedtük kiengedik, de nem engedték ki. Úgyhogy gyorsan összeszedtük az öreg Hard Rock csapatot, hogy azért valami térzenem új legyen. Hát remélem, hogy fog tetszeni, bár ez a zene szerintem nem ide való, de majd meglátjuk, mennyien mennek haza. Pozsonyi Tibor, a Hit Rock dobosa, gyerekként gitáros szeretett volna lenni. Kapott is egy akusztikus gitárt a szüleitől, de ő megfordította a hangszert és dobolni kezdett rajta. Így lett belőle dobos. Érdekes volt hallgatni a régi idők legendás rock korszakára való visszaemlékezéseit. Elmondta, hogy a sokat emlegetett rockervér sosem nyugszik, és a fiatalos lázadás szelleme ugyanúgy bennük van, csak már szolidabb keretek között élik meg. A dobos soroksári gyökereire is fény derült a beszélgetés során. Ide jártam még hátam mögött lévő zeneiskolába, akkor még ott volt a zeneiskola, most SZTK-ban. És ott már jött a zene szeretet, és ugye először meghallottunk a Rollingot, akkor azt mondtuk, hogy mi is ilyet szeretnénk csinálni. És akkor így akkor mindenki maga tanult hangszerem, tehát ugye nem volt akkor dobtanár, meg ilyesmi, és annyira szerettük, eljártunk bulikba, csak élő zenekarok voltak akkor, és lestem a dobost. Idén ünnepeljük a 40 éves fennállást, a zenekar 79-ben alakult, megjelent több lemezünk, aztán sikerült kimennünk Nyugat-Európába, még az Átkosba,
És utána a zenekar persze feloszlott, mindenki máshova ment, de most újra összeálltunk egy 5-6 éve, és megint játszok a régi dalokat. Illetve most jelent meg egy stúdióalbumunk, ez a 40 éves hitrock, és nagyon jól viszik, hála Istennek, úgyhogy örülünk ennek. És az eredeti felállás állt össze, vagy cserélődtetek? Az eredeti felállásban hárman vagyunk. Mr. Bazár az énekes, a Füxer Tibor billentyűs, és jó magam. Most eléggé vegyesen gyűltünk össze, úgyhogy valami mással készültetek esetleg így összeállításban? Nem, mi nem szoktunk improvizálni, tehát mi egy kész anyagot játszunk. Általában nem mennek haza az embere. Volt Budai Parknak a Várkert bazárban van egy rendezvény sorozata, lehet, hogy jövőre mi is leszünk. Hát például, amikor minket meghívtak 80-ba oda játszani, egy szerdai nap, akkor 8000 fizető volt. És aztán elértük mi is a 10000 számot. Tehát ezek nagy élmények voltak akkor, hát meg Nyugat-Európa, ott is nagyon sokat dolgoztunk, bejártuk Tolnát, Baranyát. Rengeteg élmény, rengeteg koncert. Úgy koncerteztünk, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Iszonyat volt. Hát jó, de akkor ebből éltünk. Most mind már csak hobbisták vagyunk, de szerintem ez még jobb. Mert nincs feszültség, nincs az, hogy meg kell belőle élni. Örömzene van. Mi abban a rendszerben születtünk, amikor még a hosszú ujjhajér elvittek a rendőrök. Na most nekem már ez a pár szál van. Én azóta nem voltam fodrásznál, mert csak kopik, de bennünk van ez. Hát ugye akkor indult, gyakorlatilag az elején volt a Beatles, stb. És Rolling Stones, és ott mindenkinek hosszú haja volt. A feleségem szokta volt mondani, hogy vágass már azt a három szálat, úgy nézzek, mint egy csöves. De mondom, anya, nem vágatom le, mert nekünk ez volt a hosszú, ez hozzá tartozik ehhez, meg az egész életformánk is. Abban az időben mindenki lázadó volt. Főleg mi színpad közelben voltunk, ezért mi jobban megnyilvánultunk, mert mi el tudtuk mondani, de akkor minden fiatal lázadó volt. A beszélgetés akkor váltott át bensőséges irányba, amikor a 40 év rockzenei múlttal rendelkező dobos a feleségéről kezdett el beszélni. A házaspár 2 gyerekkel, 4 unokával és 41 évnyi házassággal büszkélkedhet. Míg a férj örökösen koncertezett, a családi hátteret felesége biztosította, aki pont beszélgetésünk alatt toppant be. A feleségem egy csodálatos asszony, tehát nélküle ez nem lett volna. Tavaly voltunk 40 éves házasok. 4 csodálatos unokán, 2 fiú gyermekünk van. Na most ezt melyik feleség tűri, hogy a férje állandóan úton van? Ugye, és azért írtuk akkor még a fiatal lányoknak az autogramokat is. Tehát ez le a kalappal előtte. Tehát anélkül ez nem megy. Nekem minden zenész barátom elvált. És én hála Istennek, mondom, 40 év. Most leszünk 41 éves házasok. Úgyhogy pont most jött meg a feleségem, akiről az előbb beszéltem, gyere egy pillanatra. Na ő az a csodálatos asszony, aki végigcsinálta velem ezt az egész 40 évet. Abban 41 lesz. Tibor felesége nem számított arra, hogy hirtelen egy forgatás közepén találja magát. Kezdeti megilletődöttsége után beavatott minket abba, milyen is az élet egy rocklegenda társaságában. Szóval a lényeg az, hogy nehéz ügy, megmondom őszintén, mert hát küzdelmes, tehát főleg fiatal asszonyként, ugye amikor megszületett a fiunk, és sokat voltam egyedül, ő nagyon sokat ment, próba, bulik, aztán a második fiunk az úgy született meg, hogy ő kiment külföldre, én itt maradtam 8 hónapos terhesen, és a következő hónapban meg megszületett, és mikor először látta, akkor 4 hónapos volt a második kisfiunk. Tehát nagyon nehéz volt, és abban az időben ugye se telefon, se semmi nem volt. Tehát nem, hogy mobil, még vonalas telefonunk sem volt, úgyhogy nagyon nehéz volt. Hogy érzed, visszajött ez a sok energia? Hát összekovácsolódtunk, úgyhogy
Végül is beleszokik az ember. Először szokatlan volt, hogy fiatalasszonyként sokat voltam egyedül, sokat kellett várnom otthon rá, hogy na, mikor jön haza hajnalok hajnalán, ugye főleg, mert ugye ezzel jár ez a zenei élet, hogy elmegy délután, aztán hazajön másnap hajnalba reggel, úgyhogy nehéz volt, de átvészeltük, itt vagyunk együtt, egymásnak. A te zenei ízlésed, ez teljesen kapcsolódik a férjedéhez? Én szeretem a dallamos zenét inkább, tehát a slágerzenéket, a régi diszkó zenét, mondom, az Abba, Bonnie M, ugye én ilyen helyekre jártam, de meg főleg hát régen ezeket játszották, régen nem volt gépzene, én Csepelre jártam át főleg, és aztán végül is érdekes a sors, hogy pont Csepelen jöttünk össze, mert ő élő zenére járt, én meg diszkóra. És pont amikor én diszkóra mentem, ő egyedül volt, nem volt, aki vele lemenjen éppen, és azt mondta, hogy hát ő is lejön oda, ahova én is lementem, és így ismerkedtünk meg. Nagyon örülök, mert ugye lokálpatrióta, tehát ő itt született végül, 9. kerületben, de hát egész pici korától ugye itt nevelkedett, itt járt iskolában, tehát örülök, hogy a hazai közönségnek játszhat. És el szoktad kísérni más koncertekre is, vagy ez most egy különleges alkalom? Nem, természetesen. Hát amikor ugye kisebbek voltak a gyerekek, akkor nyilván nem tudtam menni, úgyhogy akkor otthon voltam, de amikor már nagyobbak voltak a fiúk, akkor mentünk mind a négyen, úgymond, tehát a két fiú, és én mentünk az apjukkal, és megnéztük a produkciót. És a fiúk örököltek valamit a zenei hajlamból? Dobolni tanította őket kicsinek, tehát mind a kettőnek van érzéke hozzá. Ugyanakkor, hát nem, tehát egyik sem került zenei pályára. A kisebbik az ide járt a Grassiba, zenei iskolába, először klarinétozott, aztán szaxofonozott, és aztán, mikor már nagyobb bacska lett, ugye, 18 éves, megjelent az első kislány, és sajnos ágy alá került a klarinét, úgyhogy hát ez van, nagyon sajnáljuk, mert ez nagy bánatunk, hogy egyik sem követte a zenei pályán őt, de hát ez van, majd valamelyik unokánk, remélem. Rockkoncertre érkeztünk, de többet kaptunk, hiszen egy példamutató kapcsolatba is bepillanthattunk.